Sziasztok! Yeah! Ugye a csütörtöki események miatt mi is egy picit így megzuhantunk, aztán arra gondoltam, hogy egy kicsit próbálom helyreállítani a kis lelki világomat, vagy nem tudom, élvezzük az életet, amíg lehet, és Szöszi fogyott 25 kilót. 25 kilót lefogyott, úgyhogy egy kicsit bűnözünk, és arra jutottunk, hogy akkor eljövünk és eszünk. Megünnepeljük. Megünnepeljük, hogy fogyott 25 kilót, és eszünk egyet az Unicorn Bistróban, ahol aztán kiderült, hogy más is van, nem csak étel, vagy hogy nem csak nekünk van étel. Főcím, azt elmesélek mindent. Jubi, nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Híres ember, első ezen a néven. Ezt mind ma hozták, úgy képzeld el, hogy 11 órától kezdve egészen ideig, nem tudom pontosan mennyi az idő, ennyi, mint pontosabban. Ennél még több érkezett, még logisztikázom hátulról. Figyelj, fantasztikus, legkisebbtől a legnagyobbig mindenki jön, segít. Kis csomag, nagy csomag, minden. Nagyon szuper, megható. Ezek csak ma érkeztek akkor ezek szerint. De durva. Igen. Az alapkoncepció az volt, hogy egy kicsit tényleg a lelki világunkat rendbe rakjuk, eljövünk és akkor eszünk itt egyet, kipróbáljuk, hogy milyen ez a hely. Viszont tényleg már a bejáratnál ezt tapasztaljuk, hogy ez az elmúlt 2,5 órában gyűlt, és emberek gondoltak egyet, és vasárnap reggel elindultak és hoztak ide különböző csomagokat. És jön, és folyamatosan. Tehát, hogy elnézem, akkor lesz még itt. Akkor van még. Beültünk ide, mindjárt megmutatom a helyet, csak nem akarom az embereket fölvenni, hogy ne zavarjam őket, hogy itt élik a kis életüket, jöttek ide kajálni, meg itt belevideózok, nem biztos, hogy szerencsés, úgyhogy megmutatom, de azért beült a videó, hogy egy cóki kis, ilyen flitteres párna, kurva jól néz ki. Elég sűrűn vannak az emberek, szóval szerintem nem biztos, hogy örülnek neki, hogy én itt videózok. Ide jövet se tudtam dönteni. Ja, mert én már megnéztem az éteket. És most mi a tenned, hogy bűnözni szeretnél? Bűnözni, persze, bűnözni kellene mindenképpen. Hamburgert nagyon rég ettem, jól este hamburger, de vannak nagyon érdekes jó kaják, amit kipróbálni. Úgy, annyi minden van. De ugye már... Van egy csomó minden vegányos. De ugye már nem eszem olyan sokat, mint régen. A másik az, hogy ugye a bébim, ő vega, és szimpatizál a vegán cuccokkal is, viszont bárhova megyünk, ugye mindenhol tud enni rántott sajtot, vagy rántott gombát. Itt azért van kicsit, pückét nagyobb a választék, úgyhogy tök jó. Úgyhogy én még nem tudom, hogy mit. Én ugye nekem picik a gyomrom, én nem tudok nagy dolgot enni, de tök érdekel, hogy mik vannak. Tudtad, mikor megvetetted, hogy ilyen lesz? Aha, megnéztem előre. Ja. Ettetek már itt ilyet, vagy? Nem is voltunk még itt. Ránézést először ez jó, jó. Szerintem. Tudod, mikor limonádét iszol, gondolsz, citromos, narancsos, tököd, ugye milyen görögdíj és uborkás, epres bazonyos, bodza levendulás. Én szeretem rózsásat fogni, vagy levendulásat. És amíg várunk a kajára, szerintem én kimegyek, és utána nézek ennek a gyűjtésnek, hogy ez hogyan is működik, mert ugye az egy dolog, hogy mi most itt tök jól érzünk magunkat, de más is érezze jól magát, ne csak mi. Amíg mi beültünk aját rendelni, közben azt láttam, hogy gyűltek itt a cuccok, és tényleg fura egyrésztről, hogy az ember szeretné az életét, az ember szeretné azt, hogy ő tök jól érezze magát, de közben azt látja, hogy más még nagyon nem érzi jól magát. Viszont emberek meg segítenek abban, hogy másnak talán az, ami hiányzik, az meglegyen, és megkapja azt, amire szükség van. Nagyon jól látni, tényleg nagyon jól látni, hogy másfél-két óra alatt ennyi minden gyűlt itt össze. Úgyhogy hát, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt még. Szia! Hello!
Te találtad ki ezt az egészet, ugye, hogy legyen itt. Hogy legyen háború? Vagy? Ne, nem, hogy legyen itt gyűjtés, tehát hogy akkor ide az emberek hozzák. Igen, mert hogy láttam, hogy a Budapest Bike Mafia elkezdett egy tök jó kezdeményezést, de hogy ők 10-től 2-ig tudtak akkor összegyűjteni, ahol annyi minden gyűlt össze, és ők el is indultak. És rengeteg embernek vagy nem volt jó a helyszín, vagy az időpont, vagy az akármi, és nem tudtuk, hogy most mihez kezdjünk ezzel a helyzettel. Azt meg tudtuk, hogy minden ilyen helyzetben azért illene segíteni. Pláne nagyon hálásak vagyunk, hogy mi nagyon jó helyzetben vagyunk vendéglátóhelyként, hogy tudunk üzemelni, folyamatosan vannak vendégeink, soha nem kellett elbocsátani, bezárni semmit, úgyhogy úgyhogy egy kicsit így azt gondolom, hogy nevezzük karmának, Istennek, bárminek, próbálkozunk visszaadni, meg hát amúgy is van a civil szervezetünk. És akkor lett ez, hogy a teraszt nem nyitjuk ki, most hiába van egy kicsit tavasziasabb idő, most ezt az 5-6 asztalt elengedjük, de ez nem zavart bele a foglalásokba, tehát senki nem maradt asztal nélkül, hanem átcsoportosítottuk bentre, és akkor a teraszt így megtöltjük, és már elvittünk tegnap egy teherautóval, és most is folyamatosan szállítjuk. A kollégám mondta, hogy 11 óta gyűlt össze ennyi, tehát folyamatosan hozzák az emberek? Folyamatosan, még folyamatosan visszük el, ha most van 2 óra, már vittünk el egy adagot, folyamatosan, ha este 10-ig, igen, hát ameddig van ez a helyzet, ameddig van ez a borzasztó helyzet, addig a mi teraszunk az egy gyűjtőpont lesz, és addig ide tudnak jönni az emberek hozni is, de hogyha úgy van, innen tudnak vinni is. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy nyilván, hogy most valaki idejön és azt mondja, hogy hagy vigyem valamit, mert nem tudom, nem fogjuk azt mondani, hogy nem, ez csak mi. És mi van abban az esetben, mondjuk mi nem tudtunk hozni a cuccokat, de mi pénzt szeretnénk adni, arra is van lehetőség? Van, nekünk van a civil szervezetünknek, van bankszámlája, PayPal-ja, sőt, egyébként bent az étteremben pedig van egy olyan lehetőség, hogy 1500 forintért vásárolhatsz egy tálételt a rászorulóknak. Ez már régen óta van, tehát ez nyitás óta fönt van az étlapon, élnek is vele a vendégeink, szokott is ez lenni, de most kifejezetten, ameddig ez a helyzet van, addig csak is az ukrán háború menekültjeinek, rászorulóinak megy ez az 1500 forintos összeg. Úgyhogy nálunk egyébként mindig lehet egyébként is adakozni, de most van egy ilyen különleges helyzet, ami egyébként mindig nagyon-nagyon jó, és nem csak azért jó, mert hogy eljuttatjuk, hanem ez lelkileg is azoknak, akik hozzák, nekünk is, akik ezt látják, hogy itt mi történik, mert egyszerűen az van, hogy ilyenkor mindig, amikor ilyen helyzet van, akkor kiderül, hogy az ember mégsem olyan szarházi, mint gondolnád, hanem tényleg elképesztő összefogás és összetartás van, csodálatos ezt látni. Na, közben visszatértem, úgyhogy összekötjük akkor a kellemest a hasznossal, tulajdonképpen mi kellemesen érezzük itt magunkat, mert tényleg kellemes kis hely. Másrészt viszont hasznosak is tudunk lenni, úgyhogy mivel tárgyi eszközt nem hoztunk, ezért ezt fogjuk igénybe venni. És tök jó, hogy nem muszáj, de aki nem akarja, az nem vesz igénybe, aki viszont segíteni szeretne, az tud. Tehát úgy vagyunk, mint amikor gyűjtöttünk a Kutyamen helynek is, hogy tök nem gond, ha valaki nem tud, nem akar, vagy nem szeretne. Viszont aki tud, akar és szeretne, az annak viszont van lehetősége. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy én erre titeket is buzdítalak, hogy aki akar és tud és szeret. A többieknek nem kell. Most ezt a fotózom, és most itt fotózom, nem szoktam soha kaját fotózni amúgy, de... És milyen volt a kaja? Az arcokat nem mutatom, ha nem szeretnétek, a kaja milyen volt? Finom volt. Nagyon felemő, de azért ezt szereteket még megnézni. Te a hölgy mellettem megkérdezte, hogy hol láthatja a videót, mert nem fotózta le a kaját, de én ugye felvettem neki, úgyhogy majd ezt kiszedheted belőle. Igen, az a baj, mai világban, hogyha nem fotózod le a kaját, meg se történt. De amint kijön az, abban a pillanatban tesszük fel Instára. És jön az ennyi? Ja, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm. Akkor, várj, köszönöm egy fotó, és ez mehet az Instagramra. Na, mit gondolsz az ételedről? Nagyon jó. Esélytelen, hogy az ember kézzel legyen a hamburger, mert leeszi az ember az ingét. Gyönyörű szép, megfogalmazhatatlan színű türkisz, gipszű, nagyon finom szósz. És milyen íze az a türki? Türkisz íze van, vagy? Hát nem is tudom. A türkisz lime van. És a tiéd? Ez annyi finom. Belekóstoltam a limonádéba, és nem kevertem föl, és csak a szirupot szívtam ki az aljára. Én imádom az édesetet, én esténként nagy kanál nutellákat eszem, nagy kanál nutellával. Ez most hirtelen összerántott a mindenemet is. Na, de és most így összekeverve?
így már kellemesebb, hogy össze van keverve. Jó tanács keverte össze, mert... de jól esett, az a baj, jól esett. Na, akkor egy kis kajapornó, akkor nézzük meg az ételt. Nézzük. Az enyémben is ilyen fura színű valami van. Ez ilyen... Hát ez is ilyen türkizes valami. Kurva jó ital van. Nagyon jó, szépen. Hm? Család, barát, videózás. Nagyon finom. Nagyon finom. Ettem már többféle kvasztéját, meg ilyen mexikói kajákat, már többet ettem. Ez hozza azt a szintet. Színes is. Finom, finom. Tehát régettem ilyen jót, úgyhogy most a kiskorról fogják be a fülüket, mert csúnyát fogok üzenni a szakásnak. Fasza a kaja. Vagyis pazar. Pazar. Nagyon finom. Már megetted az étket. Mi a terved a desszertet illetően? Egy magyaros süti. Bécsi. Csak is magyaros. Én végül elengedtem a desszert dolgot, mert ugye az a baj, hogy tényleg picik a gyomrom. Ezt is el kell csomagoltatnom, ebből is a fevécsi tudtam megenni. És sziasztok, köszönöm szépen, majd akkor megtalálod az internet.hu-n. Na, és a másik az, hogy nincs értelme így desszertetni, elcsomagoltatni, az meg olyan gáz. A másik furcsaság, hogy pont egy órája vagyunk itt, és nem tudunk annyira. Tehát abszolút nem érzékeltem azt, hogy melyik órája ott. Repül az idő, tényleg kellemes és jó hely. És várj, ezt nem mutatom be. Ez mit a lapot? Ezt nekem teljesen elvitt. Belülnek világ. Ne, megőrülsz, figyelj. És meg is van világítva belül, tökül. Hát tényleg egy jó kis hely. Ugyan. Teljesen kellemes. Neked tetszik? Engem megvett. Bár, hogy negatívot mondjak, nekem ez annyira halvány rózsaszín, hogy jobban szerettem az ilyen, nem tudom, ez a fuchsia, vagy melyik ez? Jobban szerettem az ilyen erőteljesebb rózsaszín, ami olyan... Ez nekem ilyen, ez az ilyen megfoghatatlan. Tehát én lehet, hogy velem mondom, hogy én szerettem az erőteljes színeket. Ez meg már... Úgyhogy, ha lehet választani, akkor ilyen. Bár lehet, hogy valószínűleg durva lett volna az egész falu ilyen színre. Ja, sötét lett volna. Úgyhogy ennyi. Ez a negatívum, a szín. A szín mélység árnyalat. Szín árnyalat. Szélyen szólna, imádnám. Azért úgy megvan, hogy egy ilyen színű, unikornisos kis helyen megszól a szél. Viszont megmutatom a WC-t. Nem szokás ugye általában a WC-ket felvenni, mert hát a WC az nem az a hely, amit fel akarsz venni. Viszont ezt fel kell vennem, ezt meg kell mutatnom. Első körbe, hova menjél be, ugye? Gondolom, én így ezt választom. Figyelj, megőrülsz. Ez a csap! Figyeld! Ez a csap! Kurva jó! Ez meg itt a tükör. Tehát amikor így állsz, pipikélsz állva, akkor tudod magadat nézni a tükörbe. Ezt meg tudod olvasni, amikor kapikálsz. Nagyon durva. Jóta, ezt nem is láttam. Szappan. Ezt csak kinyomtad, de nem láttam. Az is. De durva. Elkezdtem felvenni, ahogy Zsolték pakolják be a kis terautóba a cuccot. Tényleg rengeteg cucca. És megállt itt egy Mercedes terepjáró, és kiszed belőle egy hölgy, hogy szia, ide hozhatjuk a cuccokat. És ők is hoznak rengeteg mindent. Nagyon fura. Tehát nagyon fura, egyrészt az emberek ugye tele vannak előítéletekkel, amiket itt most így ledőlnek. És tényleg jó látni, hogy nagyon sokan segítenek. Tehát elkezdtem felvenni azt, hogy pakolnak, és közben hárman jöttek oda, hoztak cuccot. Úgyhogy ilyenkor ez mindig jó érzés, hogy azért pozitívak is az emberek, és nem csak az van, amit a Facebookon látsz, hogy mindenki fröcsög, mindenki nagyon okos, és mindenki azt mondja, hogy mondjál, nem érték! Tehát ezek mellett ezt is lehet tapasztalni, és örülök neki. Nagyon. Amíg kiforgattam, a bébi megette a szivárvány szeletet, milyen majd egy falatot kapok belőle? Uh-huh. Milyen ízű? Finom. Finom. És a tiéd? Leprikum. Ez nagyon tömény, nagyon jó, imádom, élvezem. Nagyon jól megünnepeltük, hogy fogytam 25 kilót, most visszaszedek 3-at, 4-et, nem baj, megéri. Nagyon finom volt ez a szivárvány szelet, íz lett komolyan. Mondom, én pont tök pozitívan csináltam, az ízvilág, az egész, a hangulat. Nekem ez nagyon jó ez, nagyon tetszik. Közben azt elmondom, te nem tudod, és szerintem Szüzi meg fog haragudni, elmondom, de ő 7 ilyet fog venni. Körülbelül annyit szánta egyébként. Aha, 10 000-et, igen.
Az a durva, hogy amikor jöttünk, akkor azt mondta Szöszi, hogy 10 000-ért akar itt adományt leadni, és mondta, hogy azt kiszámoltak, hogy 7 darabot ilyet fog. Tök durva. Én is meglepődtem, mi egyet fogunk venni, de egyet hozom mindenképp. Akkor előtt megyünk. Köszi mindent, sziasztok! Nagyon jó volt, tehát rohadt jó volt ez az egész hely, vigyázok. Nagyon jó volt, nagyon finom volt. És a legszebb az egészben, hogy elég is volt, és bevallom őszintén, azt hittem, hogy drága. Én tényleg azt hittem, hogy drága ez a hely. És hát jó, nem olcsó, az biztos. Viszont ketten úgy, hogy még vettünk ilyen vizet, és így fizettünk 11 000 forintot. És azért úgy, hogy eszel előételt, eszel főételt, eszel édességet, iszol limonádét, akármi. Hát pár napja voltunk, körülbelül így ennyit fizet egy ilyen két ember. Tehát hogy mindent eszel, iszol, és tehát így 10 000 alatt, hogyha nem vettük volna azt valami, 10 000 alatt megúsztuk, tehát ami szerintem teljesen normális és teljesen jó. Úgyhogy én nem tartom drágának a helyet. Ilyen közép-felső, vagy nem tudom, tehát ez az ilyen tök jó kategória, úgyhogy frankó volt, hangulatos volt, és hát ami viszont teljesen megható az, hogy az emberek elkezdtek gyűjteni. És persze, ilyenkor jönnek majd a negatív hangok is, amik nem érdekelnek. Tehát a negatív hangok azokat most ebben a formában én teljesen elengedném, és csak a pozitívumra szeretnék odafigyelni. Szevasztok! No, hát ez nagyon gáz, képzeljétek el, hogy ugye mindig szoktam hagyni borravalót, és általában ilyenkor fizetek kártyával, akkor egy 1000-es készpénzt. És annyira el voltam foglalva azzal, hogy egyrészt a forgatással, másrészt, hogy ez az 1500 forintos felajánlás, hogy elfelejtettem borravalót hagyni. Úgyhogy ne haragudjatok, üzenem a pincéknek, hogy nem azért nem hagytam, mert nem voltam elégedett veletek, vagy mert bunkó vagyok, hanem mert hülye vagyok. Simán elfelejtettem, a bébim kérdezte. Hagytál, hogy mondom, basz meg, nem hagytam. Hát, figyelj, hogyha fogyok még 5 kilót, akkor jövünk. Hogyha fogyok még 5 kilót, jövünk meg én. 5 kilónként jövünk. Jó, akkor ha 30 kilónál fog, mínusz 30-nál fog járni, akkor jövünk, és akkor hagyunk a mai helyett is. Úgyhogy bocsi, tényleg ne haragudjatok, tényleg ez most ég a pofám. Bocsi, szevasztok. Többé nem akarsz már, senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, hát lehet fedleni. A megfelelni akarás, csukom a szemem, tárom a kezem, indul a szaladás. Ma szabad leszek, nevet, kélek, mint egy kisgyerek. Hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.